Az elmúlt év végén befejeződött a Szélligeti Alkotóház felújítása. Most, mielőtt még az összes engedély beszerzését követően a ház megnyílna, meghívtuk a négy írószervezet vezetőit, akik elfogadták meghívásunkat, és vagy a vezetők, vagy azok képviselői eljöttek Szigligetre. Az a szigligeti hagyomány, amelyet mi szeretnénk továbbvinni, vagy arra kérjük a magyar írókat, hogy továbbvigyék, az, hogy van egy hely Balaton mentén, ahol őket mindig várják, hogy nyugodtan írjanak, pihenjenek, és közben tegyenek meg mindent azért, hogy azok a magyar irodalmi értékek, amelyeknek a megteremtői a balatonfelvidéki kisfaludiak, vagy a kelet-magyarországi Kölcsey Ferenc, Kródi Gyula, Móricz Zsigmond és Nagy László, hogy ez a hagyományvilág újrafogalmazódjon, és a mai kor stílusában, a mai kor igényének megfelelően a magyar irodalom értékeket hozzon létre. Szigligetnek nagy szerepe van az értékelő magyar irodalomban, hiszen nagyon sok mű itt született, és reméljük, hogy a jövőben is így lesz. Kovári János igazgató úr meghívására érkeztünk ide a felújított szigligeti alkotóházba, hogy valamennyi irodalmi szervezet képviselői. Egy ilyen megbeszélésre, körbevezetésre, hogy megismerkedjünk az új helyszínen, a felújított helyszínen, és különböző szakmai kapcsolatokat alakítsunk ki egyrészt, hogy itt a szigligeti alkotóházon milyen programokat lehet szervezni, illetőleg, hogy hírül vigyük a tagságaink felé, az írók felé, hogy ne idegenkedjenek továbbra sem a szigligeti alkotóháztól, hanem ez ugyanúgy az otthonuk marad továbbra is az alkotáshoz, a kikapcsolódáshoz. Talán ez a két legfontosabb funkciója az itteni megbeszélésnek. Számomra különösen örömteli azt látni, hogy milyen szép lett maga az alkotóház, hiszen én is a régebben, ami nem felújított alkotóházba sok időt töltöttem, és úgy látom, hogy nagyon szép lett maga az épület, és kiemelten nagyon örülök annak a szándéknak, ami megvalósulhatott, hogy az alkotók valóban kedvezményes áron vehetik majd igénybe az épületet, hiszen tudjuk azt, hogy általában az alkotó művészek nem duskálnak a pénzben, az írókra ez különösen igaz. Így hát azok az írószervezetek képviselői, akik ma itt voltunk, szinte mindenki hangot adott annak, hogy árérzékenyek az írószervezetek és az írók is, és az, hogy főigazgató úr biztosított bennünket arról, hogy valóban egy nagyon kedvezményes áron vehetik igénybe az írók az alkotóházat, ez nagyon nagy örömmel tölt el engem. Másrészt, ami felvetés volt, az ösztöndíjak kérdése, ugyanis ugye például az irodalom esetében Móricz Zsigmond, illetve a Babits ösztöndíjak, az Örkény ösztöndíjak esetében fölmerült ötletként az, hogy valamilyen módon bevonni az ösztöndíjasokat is a háznak a falai közé. Itt még nem született döntés, hogy pontosan ez hogyan történjék, hiszen a gondolatcsíra úgy fogalmazódott meg bennem, hogy talán az ösztöndíj mellé alkotásra alkalmas időszakot is föl lehetne ajánlani. Ez egy nagyon fontos helyszín, mert ez ugye már az 50-es évek óta az íróknak az alkotóháza, és hát ez teljesen mindegy, hogy ki milyen gondolkodású, itt azért nagyon sok mindenki megfordult. És hát remélhetőleg a jövőben is így lesz, hogy engem személy szerint nagyon sokan kérdeztek már, hogy mikor jöhetnek újból, hol lehet jelentkezni, mik a feltételek, mert azért itt nagyon sok mű megszületett, meg barátságok. Nagyon örülök, hogy itt összejöttünk, annál is inkább, mert a József Attila kör régi vendég itt a házban. 90-es évek végétől, 99-től, ha jól tudom, rendszeresen itt van egy táborunk augusztus végén, szeptember elején, és hát akkor ezekben a napokban évente fel
szokott itt sorakozni, vagy hát megjelenik itt a magyar irodalom színejava, független attól, hogy éppen melyik író szervezet tagjai, a Jagtábor, ez egy ilyen nyitott közeget teremt, és hát abban reménykedünk, hogy ennek a megbeszélésnek az lesz az eredménye, hogy ezt a szép hagyományt esetleg tovább tudjuk folytatni. Szerintem minden irodalmi szervezet, illetve minden író örül, hogyha valamilyen szinten figyelmet kap. Reméljük, hogy ez a felújítás, ez a megújulás, ez tényleg így hozzá tud járulni ahhoz, hogy minél több szerző, mi ugye kifejezetten a Fiatal Írók Szövetség, a fiatal szerzők pályának elindítását, vagy a munkájuk segítségét tűztük ki célul, hogyha minél többen tudnak adott esetben olyan körülmények között alkotni, amik eltérnek esetleg a mindennapi rohanás óráitól, és hogyha lehetőség van arra, hogy elérhető áron megfelelő környezetben ezt tudják élvezni, akkor nyilván mi ennek nagyon örülünk. Abban reménykedem, hogy ha ez az alkotóház valóban úgy fog működni, ahogyan itt a induláskor most körvonalazódtak a feltételek, akkor hamarosan visszatér az élet ide, és a magyar irodalom jelentős alkotói jönnek ide, fiatalabbak és idősebbek is, és jelentős műveket írnak.